Az 1920-as években Hitler a Lebensraum élettér elméletet propagálta. Mint mondta, a német nép minden értelemben túlhatalmas ahhoz, hogy a jelen határok közé legyen szorítva. És tudta, hogy Németország egyetlen irányba terjeszkedhet. Mi, nemzeti szocialisták, véget vetünk a német törekvéseknek nyugaton és délen. Tekintetünket keletnek fordítjuk. Ebben a háborúban nem ismertek határokat, és mindenre erőszak volt a válasz. Hitler a Népszövetség képviselőjének azt mondta, hogy kell neki a termékeny Ukrajna. A németeknek pedig azt, hogy földre van szükségük. Biztosítjuk a népünk életéhez szükséges teret. Hitler akarta a háborút. A keleti területekért folyó háború felfoghatatlan árat követelt. Adolf Hitler háborúja. 1943. április 15-én a Bletchley Parkban megfejtettek egy üzenetet, melyben Hitler azt mondta, hogy a Kurszki győzelemmel jelzést küldünk a világnak. Valójában a győzelem a szovjetipar növekvő kapacitása miatt egyre távolibbnak tűnt. A Szovjetunió a Németország rendelkezésére álló acélmennyiség negyedéből is több tankot, ágyút és repülőt gyártott, mint a német ipar. És a szovjet katonák nem a rezsimet védték, hanem a hazájukat. Felperzselt föld. Úgy vélem, hogy a szovjetek a gyárak és üzemek több mint 90%-át elmenekítették vagy lerombolták. Az áttelepített gyárak állami működtetésű kantinjaiban naponta körülbelül 25 millióan étkeztek. A hadipari termelésre való átállás pedig néha életeket veszélyeztetett, néha csak kellemetlenséget okozott. A fegyvergyártáshoz szükséges fémkészletek lefoglalása miatt nem készültek új főzőedények. Sztálin a legnagyobb képmutatástól sem móckodott, ha az szolgálta a céljait. Pontosan tudta, mit tesz, amikor 1943-ban három orosz püspököt hívott a Kremlbe. Visszaadta nekik a bolsevikok által bezárt legfontosabb monostorokat. Lehetőséget adott nekik arra, hogy megszólítsák a népet, és hogy az emberek templomba mehessenek. A Szovjetuniót segítette az Egyesült Államok anyagi segítsége is, a kölcsönbérleti törvény. Fontos a fordulópontok hangsúlyozása, de látnunk kell azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a szovjet társadalom minden területen kifejtett. Gazdasági és nemzetközi téren egyaránt. Emellett persze a szövetségesek segítsége, a kölcsönbérleti törvény által biztosított szállítmányok jelentősége tagadhatatlan. 1940. decemberében Franklin D. Roosevelt elnök fogadalmat tett. Mi leszünk a demokrácia fegyverraktára. Ezt a szükséghelyzetet ugyanolyan komolyan kell vennünk, mint magát a háborút. A kölcsönbérletnek a Szovjetunióra való kiterjesztésével Amerika mindössze 4%-át biztosította a szovjetek rendelkezésére álló fegyvereinek. Ám küldött 35 ezer rádióadót, 380 ezer tábori telefont, 5900 rádióvevőt, és a Vörös Hadsereg lendületének fenntartásához nélkülözhetetlen szállítóeszközöket. Többek között Studebaker US 6 típusú teherautót. 1942-ben 3800 darabot, a következő évben 35 ezret, 44-45-ben pedig 75600 járművet. Stalingrád után 1943 végére a megszállt területek 60%-át ellenőrző szovjet partizánok tevékenysége már akkora problémát jelentett, különösen a vasúti vonalak megrongálása miatt, hogy a reguláris erőknek kellett intézkedniük.
Ukrajna területén a szovjet gerillák körülbelül 30 ezer ellenséges személlyel számoltak le. De az esetek nagy részében ezek helyiek, nem pedig németek voltak. Beszélnünk kell a bűnökről, arról, amit a helyiek ellen követtek el. Meggyilkolták őket, de a propaganda nem engedte, hogy erről szó essen, pedig nagyon fontos téma. Júniusban, Kurszk előtt a partizánok sikerei közé tartozott 298 mozdony és 44 híd megsemmisítése a német középső hadseregcsoport mögött. A legnagyobb partizánok elleni akcióban, a cigánybáró műveletben a németek egy teljes páncélos hadtestet vetettek be 43. május-júniusában. A Kurszki ütközet előtt a Belarus területén aktív partizánok elsősorban a német kommunikációs vonalakat szabotálták. Augusztus 4-én pedig egyetlen éjszaka során 74 ezer partizán rongálta meg a vasúti összeköttetést biztosító sineket. Egy a nürnbergi tárgyalásokon bemutatott dokumentum részletezte az 1943. júniusi bieloruszi partizán ellenes tisztogatás következményeit. Eszerint a németek 9500 embert öltek meg, de csak 492 puskát zsákmányoltak. E két szám közötti hatalmas különbség arra utal, hogy a meggyilkoltak többsége feltehetően nem vett részt a fegyveres ellenállásban. Azokon a területeken, ahol a különböző partizán egységek működtek, vagyis a partizán alakulatok által ellenőrzött területeken, ott a helyi lakosság, pontosabban közülük azok, akik nem hagyták el az otthonaikat, nos, ők folytatták a mindennapi életüket. Ott éltek anélkül, hogy a német katonák vagy a tengelyhatalmak szövetségesei jelen lettek volna a településeken. Ha pedig a németek részéről megtorló akciókra került sor, akkor a civilek gyakran a partizánok oldalán harcoltak, és szükség esetén velük együttműködve hagyták el a falvakat. Erich Koch, az ukrajnai birodalmi megbízott, egy dologban hitt. Megtorlás még akkor is, ha nem történt azt kiváltó közvetlen provokáció. Június 21-én Koch hivatala teljes Ukrajnát banditáktól megszállt területnek nyilvánította. Miután a széljárás megfordult, Erich Koch elmenekült. Később azonban felismerték és bíróság elé állították. 1959-ben halálra ítélték. Ám az ítéletet nem hajtották végre, mert a lengyel törvények tiltották a súlyos betegek kivégzését. Koch a börtönben halt meg 1986-ban, 90 éves korában. A partizán akcióknak köszönhetően 300 ezer szovjet civil időt nyert egy 9000 kilométernyi árokrendszer kiépítéséhez. Kurksztól akár 300 kilométeres távolságban is. A német offenzívát az is gyengítette, hogy sok egységet Itáliába kellett áthelyezni, mivel a német-olasz erők észak-afrikai kapitulációja után már körvonalazódott a szövetségesek itáliai partra szállása. Nem nyílhat új front a birodalom határain. A Citadella hadművelet napján Hitler azt üzente a csapatoknak. A mai napon olyan nagy jelentőségű támadásban vesznek részt, amelynek kimenetelén múlhat a háború jövője. A lehallgatott és a Bletchley Parkban megfejtett titkos haditerveket Moszkva is megkapta. Így a németek 2:20 a saját támadásuk előtt erőteljes szovjet bombázással szembesültek. Hajnali 3:30 már egyáltalán nem váratlanul a német erők előre nyomultak a 320 kilométeres frontvonalon. Itt a tengelyhatalmak 780 ezer katonája került szembe a Vörös Hadsereg 1 900 ezer harcosával egy fél Dunántúlnyi területen.
Az első 45 percben a németek több töltetet lőttek ki, mint Lengyelország és Franciaország lerohanása során együttvéve. A túloldalon felvonult a Vörös Hadsereg emberállományának 40 és harckocsiainak 75%-a. Minden lángolt. Füst volt mindenhol. Bombázás, lövések. Bele kellett rúgnom a vezetőbe, ha szólni akartam neki, hogy merre haladjon a tank. A szovjet történelemírói hagyomány úgy fogalmazott, hogy a Kurszki csatában eltörték a német haderő gerincét. Kihasználták azt, hogy már több hónapja tisztában voltak vele. A német offenzívára Kursknál kerül sor. Ennek köszönhetően a II. Világháború legerősebb védelmi rendszerét építették ki. Aknamezőkkel, páncéltörő ágyukkal, tartalékos tank és repülő ezredekkel. Július 7-én úgy látszott, hogy északról Model erői és délről Hod csapatai le tudják vágni a Kurszki kiszögellést, és így talán megnyerik a csatát. De a támadás lelassult. Hodnak 10-én be kellett vetnie a tartalékerőket, másnap pedig Zsukov és Vasilyevszki már ellentámadást indított. Amikor a német offenzíva 1943. július 5-én elindult, északon és délen rögtön feltartóztatták őket a szovjet tankcsapdák. Ráadásul a német harckocsik alvázán számos tervezési hiányosság volt. Például az Elefánt harckocsit, ami egy tankelhárító páncélvadász volt, nem szerelték fel géppuskával. Így aztán a szovjet tüzérség ugyan nem tudta megsemmisíteni ezeket, de a közelebb lopódzó gyalogság gránátokkal már igen. A védelmi vonal 503.993 harckocsiaknából és 439.348 gyalogságiaknából állt. A gyalogságunk aknamezőn is pont úgy támad, mint bárhol máshol. Amikor a szovjet tartalékos páncélosok is bevetésre kerültek, elkezdődött az oroszok által Prohorovkai mészárlásnak nevezett páncélos ütközet. A német hadsereg és Moszkva között már semmi sem állt, csak Kurszk. Ez volt az a pillanat, amikor a szovjet hadvezetés eldöntötte, hogy mindent bevetnek. Két hadsereg, az 5. és az 5. páncélos hadsereg támadta a németeket. Ez volt a Prohorovkai tankcsata. A közelmúlt kutatásai megkérdőjelezték az események elfogadott leírását. Az állítás, mely szerint 500 német tank, köztük több mint 100 tigris vett volna részt a csatában, mindenképpen túlzó. A szovjetek mítoszteremtő céllal felnagyították a számokat. Az állítólag hatalmas Prohorovkai tankcsata valójában elképesztően egyoldalú volt. A szovjet erőket gyakorlatilag eltörölték. A történetírás ma azt mondja, hogy körülbelül 5 német tank veszett oda, szemben a 400 szovjettel. 14-ére nyilvánvaló lett, hogy a Citadella nem éri el a kitűzött célt, és Hitler lefújta a hadműveletet. Többé nem fogok a vezérkarra hallgatni. A kurszki számok a németeknek kedveztek. Az oroszok technikai veszteségei az övék ötszörösére rúgtak. A németek oldalán 49.822 áldozat szerepelt, míg a Szovjetunióén 177.847. De a teljes képet nem a számok, hanem a következmények adják. Heinz Guderian szerint Kurszk... Döntő vereség. Kurszk csak egy fejezete a nyári offenzívának. Sok könyv itt mégis véget ér. Ezek csak a kurszki csatáról írnak, pedig még számos szovjet offenzívára sor került a nyár második felében, majd ősszel és télen is. Nagy területeket, több száz kilométeres sávot szabadítottak fel. Ez az időszak az elfeledett csatáké, miközben nagyszabású ütközetekről van szó.
Több millió résztvevővel és hatalmas veszteségekkel. Július 16-án a németek elkezdtek visszavonulni Kurszk alól. 8 nappal később a szövetségesek partra szálltak Szicíliában, Mussolini megbukott, majd le is tartóztatták. A fasiszta mozgalom kipukkadt, mint egy buborék. A szovjetek szeptember 30-ára hídfőállást létesítettek a Dnyeperen. A dnyeperi átkelésre vonatkozóan az volt a parancs, hogy rögtönzött megoldásokhoz kell folyamodni. Használják fel, amit találnak, farönköket, akár faágakat is. A lényeg, hogy a Dnyeperen át kell kelni. Csak hogy számos katona nem tudta végrehajtani ezt az utasítást, mivel nem tudott úszni. Ők nagyrészt Közép-Ázsiából érkeztek, és életükben ekkor láttak először folyót. A 96 ezer főre rúgó veszteségek után a magyar államfő, Horthy admirális, a 10 magyar könnyűgyalogos hadosztályból visszahívott 8-at. A szlovákok követték a példát, majd az eredetileg 220 ezres 8. olasz hadsereg még életben lévő 125 ezer tagja is hazatért. Júliusban Finnország és Románia már mérlegelte, érdemes-e folytatni a háborút. A tengelyhatalmak szövetségét a széthullás fenyegette. Kurszkot követően, augusztus 1-én, Sztálin ellátogatott a frontra egy páncélozott, nevetséges módon nyírfaágakkal álcázott vonaton. Ellentétben a propaganda által sugaltakkal és a szentimentális szovjet film nevetségesen heroikus jeleneteivel, Sztálin egyetlen más alkalommal sem járt a fronton. Hitler egyszer sem. A Belgorod-Harkovi hadművelet után Sztálin elrendelte az első díszsortüzet Moszkvában. A mai napon hazánk nevében Moszkva 124 ágyúból leadott 12 sorozat díszsortűzzel tiszteleg a győztes csapataink előtt. A német hadművelet egyik parancsnoka, Manstein azt jósolta, hogy Kurszk után a vörös hadsereg nem lesz képes gyorsan átmenni támadásba. Másnap 100 szovjet hadosztály támadta meg a déli hadseregcsoportot a Rumjancev hadművelet keretében. Augusztus közepére Hitler engedélyezte egy új védelmi vonal, a Párduc vonal kiépítését kényszermunkásokkal, a finnöbölbeli Narvától az Azovi-tenger mellett fekvő Melitopolig. Minek erőltették, ha egyszer már úgysem győzhettek? Én ezt addig nem értettem, amíg racionális érvek mentén tekintettem az eseményekre. De azzal a szemmel kell néznünk a háborúra, ahogy ők tették. És az ő világképük szerint fel kell függesztenünk a racionalitást. Ugyanis ez az, ami segít megérteni a gondolkodásukat. 4 nappal Hitler döntése után, hogy épüljön meg a védelmi vonal, német erők zárták körül a bialisztoki gettót. Hajnali 3-kor több száz SS katona hatolt be a gettóba. 5-kor pedig kihirdették, hogy hol gyűjjenek össze a megmaradt zsidók. A gettóban szerveződő mozgalom fiatal tagjai ellenállásra bíztatták a többieket. A németek tankokkal támadtak. Ezután csupán néhányan menekültek meg, a többség nem. Augusztus 20-án a bialisztoki gettó és az 1745 óta a városban élő zsidó közösség megszűnt létezni. A mindennapi életnek egyetlen olyan szegmese sincs, amihez ne kapcsolódna zsidó törvény vagy szokás. Hogy ez miért ilyen fontos az úrnak, azt régóta kérdezi az ember. De mi nem kérdőjelezhetjük meg az urat. Augusztus 31-én egy, főleg kényszermunkás zonderkommandósok által kirobbantott felkelés során 300 fogoly tört ki a Treblinkai táborból.
Kevesebb mint 3 hónappal később egy szovjet zsidó hadifogoly Alekszandr Pecserszky és egy lengyel zsidó Leon Felhender vezetésével 600 rablázott fel a fogvatartóik ellen a szobibóri haláltáborban. Késekkel és baltákkal felfegyverkezve 11 őrt öltek meg, majd megrohanták a kerítést. 200 menekülőt futás közben lelőttek, 300-an a szöges drótig jutottak. 100 rabnak sikerült az erdőbe menekülnie, ahol sokan az egyre vakmerőbbé váló partizánokhoz csatlakoztak. A középső hadseregcsoport szállítmányozási vezetője 43. augusztusában így írt a problémáról. Augusztusban a partizán tevékenység a negyedével nőtt. Rekordszámú. 1392 incidens történt. A jelentés szerint a szabotás akciókat helyi munkások követik el a partizánok utasítására. Gondot jelentettek a szállítmányozási vezető szavaival. A vasútvonal védelmével megbízott úgynevezett önkéntes egységek. A munkaerőhiány miatt a németeknek mintegy 100 000 szovjet vasúti munkást kellett alkalmazniuk, sokukat őrként. Akik, hogy úgy fogalmazzunk, leléceltek a német fegyverrel. Egy teljes 600 fős orosz biztonsági egység átállt a partizánokhoz. A magukkal vitt gépfegyverekkel, aknavetőkkel és páncéltörő ágyukkal megtámadták a Krulevcsina állomást. Az oroszok jelentős károkat okoztak. Bielorusz déli részén sok a lápvidék. Akkoriban ezek ideálisak voltak a partizán csapatok számára, mivel azok befészkelték oda magukat, és az egész vidéket az ellenőrzésük alá vonták. És ha egy német konvoj át akart haladni a lápos területen vagy az erdőn, a partizánoknak csak az első és az utolsó járművet kellett kilőniük. A németek nem tehettek semmit, mert ha beugranak a mocsárba, akkor meghalnak. Augusztus 22-én a németek visszavonultak Harkovból. 2 év alatt negyedszer cserélt gazdát a város. 4 nap alatt 200 falu és törpefalu szabadult fel, Brjansktól délre. A Csernyigov-poltavai hadművelet során a Vörös Hadsereg 3 legeredményesebb parancsnoka indult meg Kijev felé. Augusztus végére az 530 000 négyzetkilométeres, igen értékes Ukrajnát, a Szovjetunió legnagyobb megszállt területét sikerült visszafoglalni. A németek mezőgazdasági termelésének nagyjából 70%-át a II. Világháború alatt Ukrajna biztosította. Szeptember 8-án Hitler a déli hadseregcsoport főhadiszállására Zaporizsjába repült. Az egyeztetés után visszautazott Rastenburgba, majd lefeküdt délutáni pihenőjére. Azzal a hírrel ébresztették, hogy Olaszország kapitulált. 3 nappal később mondott rádióbeszédét, megnyugtatásnak szánta. Itália összeomlására régóta lehetett számítani azok miatt, az elemek miatt, akik szisztematikus szabotás műveleteiket koronázták meg a kapitulációval. Azt a nemzetet, amely kiállja a gondos előrelátás próbáját, győzelmi koszorúval jutalmazza a mindenható. És ez a nemzet a német lesz. Az Associated Press szerint a beszédet nyilván felvételről sugározták, felgyorsítva, szünetek nélkül. A Reuters azt jelentette, hogy Hitler beszédének késő esti ismétlése jóval lassabbnak tűnt utólagosan beiktatott szünetekkel. Hitler csapatokat küldött Itáliába, közben a Wehrmacht folytatta a visszavonulást keleten. A német erők a felperzselt föld taktikáját alkalmazták. A visszavonulás közben tönkretettek minden élelmiszer és üzemanyag készletet, vasútvonalat, mindent. Ilyen körülmények közt a szovjetek lépésről lépésre érték el a Dnyepert.
Himmler kimondta, hogy a felperzselt föld taktikájába beleértendő a Menschenvernichtung, az emberek elpusztítása is. Véleményem szerint a háborút és a hadjáratot a következő elv mentén kell folytatnunk. Minél nagyobb létszámveszteséget kell okoznunk az oroszoknak. Akár öléssel, akár foglyok ejtésével, akiket munkaerőként használhatunk. Minden területet, amit feladunk, el kell népteleníteni. Májusban Hitler jóváhagyta Himmler javaslatát a megszállt területek megmaradt zsidóságának megsemmisítésére. Szerencsére elég kemények vagyunk a zsidók elpusztításához. A gázkamrává átalakított teherautók naponta 5-9 alkalommal szállítottak 50 áldozatot a kijevi Babi Jár kriptához. Az áldozatok induláskor még éltek. A megérkezéskor már nem. Az egyik szállítmánnyal 100 meztelen nő érkezett egy bordélyházból. Fiatal nők, akiknek a múltja már örökre titok marad. A több százezer holttestet kihantoló és elégető néhány száz foglyot leszámítva, a németek mindent megtettek azért is, hogy a Babi Jarban történtekre soha ne derüljön fény. Eközben már Horthy admirálissal is zajlottak a tárgyalások, az addig még védelmet élvező 800 ezer magyar zsidó elpusztításáról is. Az világos, hogy a németek minden olyan eszközt fontosnak tartottak, ami segíthette a háborús erőfeszítéseiket. De a holokauszt nem a győzelem vagy a vereség kérdése volt. Ebben biztos vagyok. Az az érv, miszerint a németek megnyerhették volna a háborút, ha nem erőltetik a zsidók kiirtását, értelmetlen. A náci Németországról beszélünk, tőlük elválaszthatatlan a zsidó üldözés. 1943 nyarán Auschwitz-Birkenau-ban már mind a négy gázkamra krematórium működött. Vasúti szerelvények hozták az áldozatokat, majd zsákmánnyal megpakolva távoztak. Többek között 6 tonna aranyfog töméssel. Auschwitzban naponta 8-9 kiló fogtömés gyűlt össze. Szeptemberben, Minskben Jelena Grigorjevna Mazanik merényletet követett el Wilhelm Kube, Bielarusz birodalmi megbízottja ellen. A nőnek sikerült állást szereznie Kube mellett, majd egy kis, mágneses gyújtószerkezetű bombát a férfi ágyához erősítenie. A németek fegyelmet akartak látni mindenhol. A híres német fegyelmet. Ez esetben a lakosság tudta, hogy a birodalom ottani képviselőinek meggyilkolásáért 10, 20, vagy akár még annál is több helyi vezetőt fognak letartóztatni, és megkínozni a német hatóságok. Hogy milyen ember volt az, akiért a nácik bosszút álltak? 41. júliusában Kube így panaszkodott Berlinnek. A középső hadseregcsoport egyeztetés nélkül megölt 10 000 zsidót, akiknek az elpusztítását mi már megterveztük. Az 1942-es Purimkor, a zsidóság ünnepén, amikor a zsidók díszes ruhákba öltöznek és a Hámán táska nevű süteményt fogyasztják, az egyenruhás Kube rezzenéstelen arccal nézte, ahogy a német és bielarusz rendőrök mély árokba vetik a Spalernaja utcai árvaház zsidó gyerekeit. Kube édességeket dobált a sikoltozó gyerekeknek, miközben a rendőrök homokot lapátoltak rájuk. Miután Kube Gauleiter meghalt a merényletben, több ezer civilt mészároltak le. Talán a Spalernaja utcai eseményekre utalhatott Himmler, amikor októberben Poznánban SS vezetőknek ezt mondta.
dicső fejezet a történelmünkben, ami nem került és nem kerülhet feljegyzésre. Hitler is hasonló hangnemben szólt a párt vezetőihez. Ami szóban elhangzik, annak nem maradhat írásos nyoma, soha. Szándékosan kerülték, hogy bármilyen dokumentum Hitlerhez köthesse a történteket. 1939-ben elkövette azt a hibát, hogy írásos felhatalmazást adott a testi és értelmi fogyatékosok meggyilkolására. Hitler nem akarta megismételni ezt a hibát. Ugyanahhoz az SS tagokból álló közönséghez szólva, Himmler néhány héttel később a dicső fejezet úgymond kellemetlen velejárójáról is szólt. Nem éreztem megindokolhatónak a férfiak megsemmisítését, ha a gyerekeik képében élő bosszúállókat hagyjuk felnőni a fiaink és unokáink közt. Amit tettünk, a népünkért tettük. Magunkra vállaltuk, nem csak a gondolat, de a tett felelősségét is. És a titkot magunkkal visszük a sírba. A közönség állítólag lelkes tapsal reagált Himmler mondataira. Azután elkezdődött a varsói gettó 45 ezer túlélőjének lemészárlása. A helyszín Majdanek, ahol az áldozatokat lelőtték, egyetlen nap alatt 18 ezret. Az Aktion Erntefest, vagyis aratóünnep akció kezdetén. A gyilkosok többsége a 101. tartalékos rendőrzászlóalj önkénteseiből került ki. Őket pedig a Hitler által kedvelt Odilo Globocsnik irányította. Fontos tudni, hogy mennyire, hogy mekkora mértékben változott meg a helyzet a megszállt városban. Árulkodó, hogy a terror mértéke és a kivégzések helyszíne is megváltozott. Ezzel fontos tisztában lennünk. A megszállás kezdetén még voltak arra irányuló kísérletek, hogy a kivégzéseket a városon kívül hajtsák végre, és így nem maradjon bizonyíték. 1943 őszén azonban már tombolt a terror. Ekkor a németek már a nyílt utcákon lőtték le Varsó lakóit. Globocsnikot áthelyezték Észak-Olaszországba, ahol partizánok ellen harcolt. Koncentrációs tábort hozott létre egy használaton kívüli rizsfeldolgozó üzemben. Amikor brit fogságba esett, bevette a cián tablettáját. Június végén Kremencsuk és Dnipropetrovsk között szovjet csapatok keltek át a Dnyepperen. Goebbels ezt írta. Lehet, hogy keleten lassan kivéreztetnek bennünket. Kijevtől északra Vatutyin csapatokat vont össze, majd november 3-án támadást indított. A németek pedig fontos kijevi épületeket romboltak le. Kijev elestekor az ukrán filmrendező Alekszandr Dovzsenko is a városba érkezett. A városban gyakorlatilag nincs lakosság. Csak néhány csoportnyi segítségre szoruló nyomorult. Se gyerekek, se fiatal lányok, se fiatal fiúk, csak öreg asszonyok és rokkantak. Dovzsenko 1942-ben a következőt írta a naplójába. Az emberiség sorsa az ukrán mezőkön és falvakban lángok közepette dől el. A mi gyászunkon keresztül dől el. Hruscsov, aki a háború előtt a kommunista párt feje volt Ukrajnában, visszatért Kijevbe. Így emlékezett. Ahogy a Lenin úton sétáltunk, hirtelen egy hisztérikusan üvöltő férfi kezdett szaladni felénk. Azt kiabálta, csak én maradtam, én vagyok az utolsó kijevi zsidó. Két nappal Kijev eleste után Hitler a szokásos sörpucs megemlékezésen majdnem beismerte az igazságot. A keleti küzdelem a legnehezebb, amit a német nép valaha is vívott. Ahhoz, amit ott fiainknak el kell viselniük, nem mérhető az ellenség teljesítménye. Nem csak a végső cél, nevezetesen a német front összeomlásának elkerülése válik lehetetlenné,
hanem, mint oly sokszor a történelemben, a végső ütközet fog dönteni. Ezért óriási dolog az, amit a német katonától várok. A hátország feladata támogatni és megerősíteni a frontot, amely szinte a lehetetlenre vállalkozik. Ez 1944 elején megkezdődtek a Vörös Hadsereg katonai műveletei a jobbparti Ukrajnában. Ezeknek volt a része az úgynevezett sztálini tízcsapás. A szovjet támadás sorozat, a tíz megsemmisítő sztálini csapás, amely az év elején zajlott, magától Sztálintól kapta a nevét. Az októberi forradalom 27. évfordulójának ünneplésén így beszélt. A Vörös Hadsereg ezévi döntő sikerei, valamint a németek kiűzése a szovjet területről, a csapataink által a német erőkre mért megsemmisítő csapásoknak köszönhető. Az első Sztálin által megnevezett csapás a Leningrád-Novgorodi hadművelet volt, mely január 14-én vette kezdetét. 44-ben Sztálin nem volt valami nagy hadvezér. Ezt a képet csak később kreálta önmagáról. Mindazonáltal értett hozzá, hogy hogyan kell irányítani egy hadsereget. Igyekezett olyanokkal körülvenni magát, akik segítettek neki. Egy rohammal 30 kilométerrel a lengyel határon túlra szorították Manstein seregét. Emellett felszabadítottak 300 várost és falut. Január 6-án a Vörös Hadsereg egységei átlépték a régi lengyel határt, és elfoglalták Rokitnót. Ribbentrop emlékiratai szerint 43-44 fordulóján Hitler leállította a svédek közvetítésével zajló diplomáciai tapogatózást. Ha ma békét is kötünk az oroszokkal, holnap újra harcolni fogunk. Nincs mit tenni. 1944. január 15-én a Leningrádi, a Volkovi és a II. Balti Front megtámadta az északi hadseregcsoportot és áttörte a Leningrádi gyűrűt, majd egyesült a kelet felől Ropsa falujától érkező egységekkel. 18-án 34 ezer áldozat élete árán a szovjetek felszámolták az ostromgyűrűt Leningrád körül. Nem ejtettünk sok foglyot. Az utolsó ágyúlövések 20-án érték a várost, majd a német ágyúk lőtávolon túlra kerültek. Egy héttel később szabaddá vált a Moszkva-Leningrád vasútvonal. Véget ért a 876 napos ostrom. A történelem legvéresebb ostroma, melyben naponta 1100 civil vesztette életét. Többen haltak meg, mint ahány brit és amerikai összesen a háború egésze alatt. Teljesen körülzárták a várost, ki akarták éheztetni, és a tüzérséggel megtörni a bent lévőket. 1 millióan haltak meg, haltak éhen. Ez egyszerre volt a civil lakosság tragédiája, és a várost védő katonák kollektív hőstette. De még így is sok szomorú részlete van a történetnek. Sokan ugyanis visszaéltek a kínálkozó lehetőségekkel. 1944. januárjának végén súlyos összecsapás zajlott a nagy Dnyeper kanyarulatnál, ahol Zsukov és Konyev csapdába ejtett két német hadtestet egy kiszögellésben. De Manstein-nek 100 000 áldozat halála árán sikerült kimenekítenie őket. A korszunyi csata mégis alig ismert nyugaton. A tavaszi szovjet offenzívát hátráltatta az a merénylet, amelyben a Vörös Hadsereg egyik legrátermettebb parancsnokát, Nyikolaj Vatutyint megölték a szeparatista ukrán felkelő hadsereg tagjai, akik domináns erővé váltak a partizánok közt. Az összes ilyen gerilla csoportnak és hadseregnek más és más stratégiai feladatai voltak, és a felépítésük is különbözött.
A szovjet partizánok stratégiai célja az volt, hogy aláaknázzák a náci Németország és szövetségesei tevékenységét, és helyreállítsák a szovjet uralmat Ukrajna és Belarus területén, valamint a többi megszállt területen. Áprilisig a Vörös Hadsereg 265 kilométerre nyomult előrébb. A legtermékenyebb földterületek újra szovjet kézre kerültek. És a Stavka Sztálin vezetésével tervezni kezdte azt a hadműveletet, amely végleg kiűzte volna a megszállókat, a Bagration hadműveletet. A szovjet erők sikerei nem békét, hanem csak több szenvedést hoztak az úgynevezett felszabadított népeknek. Belarusz nyugati részén, az egykori első lengyel köztársaság területén lengyel nacionalista gerillák harcoltak. A Vörös Hadsereg előretörése után nemzeti gerilla mozgalmak tűntek fel Litvánia, Lettország és Észtország területén is. Ezek bekapcsolódtak a németek elleni harcokba, de a szovjet hatóságok visszatérésekor is folytatták a fegyveres harcot. ...1944. februárjától deportálni kezdték a csecseneket, ingusokat, tatárokat, balkárokat és sok más etnikumot Sztálin titkos rendőrségének hírhedt parancsnoka Lavrentyij Berija irányítása alatt. Másfél millió embernek kellett elhagynia az otthonát és vonatra szállnia. Közülük fél millió utazás közben, vagy nem sokkal a megérkezés után elhunyt. Berija 1944. március 11-i jelentése jól mutatja a kitelepítések érzéketlenségét. A speciális vonatokon 37.103 balkárt szállítottunk az új lakókörzeteikbe, a kazah és kirgiz köztársaságokba. A művelet során nem történt figyelemreméltó incidens. Berija jelentéseiben mindig ez állt, még akkor is, amikor nem volt igaz. Májusban az NKVD 180 ezer krími tatár deportálását kezdte el. Félmillió csecsen kitelepítésekor Berija azt állította. Csak izolált esetekben kíséreltek meg harcot. Több ezernyi kitelepített haláláért az ő vezetése alatt álló NKVD felelt. A szövetségesek március elején hajtották végre az első nagyobb nappali bombázást Berlin ellen. És a városokat ugyan könnyebb felgyújtani, mint felrobbantani. A hatalmas parkokkal és széles sugárutakkal szabdalt Berlint nem lehetett felégetni. A légitámadás napján indult meg a szovjet offenzíva, mely kiszorította a tengelyhatalmakat Bielaruszból. Ez esetben olyan emberi tragédiáról beszélek, amely csak egy véget nem érő számsorral írható le. Sajnálatos módon ezek mögött, a hatalmas számok mögött csak néhány nevet találunk. Bielorusz lakossága 2.357.000 fővel csökkent. Ennyien haltak meg. Még egyszer, 2.357.000-en. Ez a szám azt jelenti, hogy Bielorusszban minden negyedik ember meghalt. El tudják ezt képzelni? Ukrajna a második világháborúban 7 millió besorozottal vett részt a szovjet haderőben. Közülük 3,5 millióan meghaltak. Minden második katona, akit besoroztak, nem tért haza. A teljes lakosság 41 millióról 27 millióra csökkent. A társadalom és a hadtörténészek feladata, hogy végre minden egyes áldozatot a nevén nevezzünk. Élve a gyanúval, hogy a magyarok az olaszokhoz hasonlóan ki akarnak ugrani, Hitler engedélyezte a Margaréta tervet, Magyarország megszállását. Két hadosztály, az SS-szel és a rendőrséggel kiegészítve, behatolt az országba. A deportálásoktól egészen addig megóvott 800 ezer zsidó még az országban tartózkodott, a negyedük Budapesten.
Ekkor egy csapásra óriási veszélybe kerültek. Március 19-én a csapatokkal együtt megérkezett Adolf Eichmann is, aki a zsidó tulajdonosától elvett, és hamarosan villává alakított Majestic szállodába költözött be. A szállodában Eichmann a magyar kormány két államtitkárával, Endre Lászlóval és Baki Lászlóval együtt dolgozta ki a magyar zsidók deportálására vonatkozó terveket. Hitler azt mondta, bomlik és rohad az egész Magyarország, tele van zsidókkal. De ott is beavatkoztam, és a probléma megoldásra került. Láthatjuk, hogy a holokauszt és a zsidók megsemmisítése a nácik legfontosabb ideológiai célja. Azt gondolják, ha már elveszítjük a háborút, legalább öljünk meg annyi zsidót, amennyit lehet. Magyarországon is ezt tették. Május 10-én a New York Times arról tudósított, hogy a magyar zsidók a megsemmisítéstől félnek. Két hónapnyi tervezés után, május 15-én kezdetét vette a deportálások Auschwitz-Birkenau-ba, ahol a tábor működésének leggyilkosabb időszaka következett. A vonaton érkezők 70-90%-át egyenesen a gázkamrákba küldték. A logisztikai kihívásokkal járó művelet megszervezéséért Adolf Eichmannt a Vaskereszt második osztályával tüntették ki. Ez a teljesítmény azóta is példátlan. A háborús bűnökért kiszabott halálos ítélete után Eichmann kegyelmi kérvénnyel fordult Izrael elnökéhez. Különbséget kell tennünk a felelős vezetők és az olyanok között, mint én, akiket kényszerítettek, hogy eszközként szolgáljanak. Én nem voltam vezető, ezért nem is érzem magam bűnösnek. Két nappal kérvénye elutasítása után Eichmannt felakasztották. Amerikai bombázók röplapokat szórtak Budapestre, hangsúlyozva, hogy az amerikai kormány súlyos bűnnek tekinti a zsidó üldözést. Horthy azt mondta a németeknek, hogy fejezzék be a deportálásokat. És ez július 8-án be is következett. Több mint 170 ezer zsidó maradt Budapesten, de addigra 434.351 magyar zsidót már deportáltak 147 vonattal. Nem csak a megsemmisítő táborok környékén élő zsidókat vitték Auschwitzba. Nyugat-Európából és Magyarországról is deportálták őket vonatokon. A végső megoldás során a Német Birodalmi Közlekedési Minisztérium fizetett a vasúttársaságoknak az áldozatok szállításáért. A gyerekekért fele annyit, mint a felnőttek után. Sztálin harmadik csapása, az odesszai offenzíva március 26-án kezdődött. A sereget azaz Iván Konyev vezette, aki később 1956-ban a magyar felkelést elfojtó szovjet csapatokat is irányította. A szovjet sereg Ukrajnában 240 kilométerre nyomult előrébb, és végül április 7-én Botosán városánál elérte Romániát is. A szovjet csizmák először léptek idegen földre a harcok 34 hónappal korábbi kezdete óta. 8-án behatoltak a Krím-félszigetre, két nappal később pedig elesett Odessa. 17-én Zsukov bevette Ternopilt, amelyet Hitler utolsó emberig védendő erőddé nyilvánított, és a 4500 fős helyőrség ennek megfelelően harcolt. A támadást mindössze 45 német élte túl. Június 6-án, a D-napon megnyílt a második front. A Normandiában partra szálló szövetségesekkel a német 7. hadsereg nézett szembe, amelynek egy hatoda a Szovjetunió megszállása alatt verbúváltakból állt. Tatárokból, kozákokból, grúzokból és más nemzetiségekből. Az Overlord mindannyiunk örömére szolgál. Holnap a leningrádi front is műveletbe kezd.
Érdekes, hogy a szövetségesek nyugaton csak 58 német hadosztállyal találkoztak. Normandiában pedig csak körülbelül 15-tel harcoltak közvetlenül. Miközben zajlott a normandiai csata, a tengelyhatalmaknak még 228 hadosztálya volt a keleti fronton. A két fronton harcoló németeknek mindezek mellett még a partizánokkal is meg kellett birkózniuk. Június 19-én szovjet partizánok által elhelyezett robbanótöltetek helyrehozhatatlanul megrongálták a Minsktől nyugatra fekvő vasúti hálózatot. Ez és az ehhez hasonló támadások szétzilálták a német utánpótlási vonalakat. A szovjet gerillák áldozatai is főleg civilek voltak. Olyanok, akik kollaboráltak a németekkel. Rendőrként vagy adminisztratív munkakörökben dolgoztak. 19-éről 20-ára virradó éjjel a partizánok több mint 1000 közlekedési csomópontot szabotáltak. Mindez pusztán előjátéka volt a 22-én kezdődő igazi előadásnak. Korábban a vezérkar két tisztje, Szergej Szemenko és Szemjon Timosenko kapta feladatul a front északi, középső vagy déli részén indítandó offenzíva előnyeinek és hátrányainak kiértékelését. Az érvek a középső rész mellett szóltak, így itt került sor az ötödik, egyben legpusztítóbb sztálini csapásra, a Bagration hadműveletre. Narrátor Nádasi Veronika, magyar szöveg Monori Csaba Bulcs, szerkesztő Mantuánó Orsolya, hangmérnök Simon Szabolcs, gyártásvezető Gémesi Krisztina, szinkronrendező Derzsi Csilla. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Witzenleiter Kitti.